A Magyar Kastélytávodák Szövetsége a kastélyturizmus fejlesztését tűzte ki céljául. Ez a mai első magyar kastélyszálloda konferencia, illetve kastélyszálloda fórum is ezt a célt szolgálja. Azt mondhatjuk, hogy amennyiben fent tudjuk tartani ezt a fejlődést a következő években is, ha nem is ebbe nem is ezzel a dinamikával, de mindenképpen az európai átlagot meghaladó dinamikával, akkor van esélyünk arra, hogy a jövedelmezőségi szintje az ágazatnak olyan szintre kerüljön, amelyre azt mondhatjuk, hogy megfelelő, és ez lesz majd az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy az ágazat túl van a válságon, és elértük a célunkat. A magán és az állami tőke együttműködése ebben a pozitív PPP modellben, ez mindenképpen lehet egy olyan modell, ahol mindenki nyer. Az az ambíciónk és az a feladatunk, hogy úgy valósítsuk meg ezeket a fejlesztéseket, hogy a fejlesztések bár önmagában nem kell, hogy megtérüljenek, a későbbiekben ne okozzanak egy aránytalan, sőt, mi több, semmilyen terhet lehetőség szerint a költségvetésnek. A magyar állam ezekben a feladatokban magából az üzemeltetésből annyira szeretne visszahúzódni, természetesen csak, hogy azt a szintén állami feladatot, ami mindig és minden államnak azért feladata, hogy a kultúrát azért nem lehet magára hagyni, sajnálatos módon nincs olyan mecenatúra Magyarországon, hogy természetesen a kulturális programokból nem kíván ezeken a helyszíneken kivonulni, de az üzleti alapon megteremthetőkből minél kevesebb szerepet szeretne vállalni. És azt gondolom, hogy így összességében, ha ilyen módszerrel dolgozzuk ki a projektjeinket, akkor valóban növelni fogjuk tudni egész Magyarországnak a kulturális és turisztikai potenciáját. Széles úr egyik legfontosabb célja, hogy ezzel a kiemelkedő adottságokkal rendelkező Zala völgyét nemzetközi színvonalú turisztikai célponttá fejlessze. A Batthyány kastélyszálló és a Zala Springs Golf Resort rendkívüli elhelyezkedéssel bír, hiszen Magyarország turisztikailag legfejlettebb régiójában található. Gyönyörű környezetben, Széles úr gyakran apostrofálja, mint a magyar Toszkánát. Én azt gondolom, hogy egy kastélyt birtokolni akármilyen szinten is, ez egyfajta szerelem, egyfajta motiváció, amit mindenképpen valakinek tudnia kell, hogyha egy ilyen üzletbe fog bele, akkor tényleg ezt szeretni kell. Van egy olyan hely, itt Budapesttől nem távol, ahol a 21. század technikáját használhatja a hozzánk érkező vendég, közel van Budapesthez, hiszen 50 kilométernyire vagyunk. Mi abban gondolkodunk, abban hiszünk, hogy mindenképpen, ha valami egészen speciális, egészen minőségi szolgáltatást adunk, arra mindig lesz kereslet. A szemészet, illetve az a lézer, ennek is egy bizonyos fajtája, a lézer szemsebészet, egy picit egy magyar találmány, akkor menjünk ebbe az irányba, és akkor egy lézer szemsebészetet hoztunk létre. Tudjuk kommunikálni azt, hogy egy világszintű, és tényleg az a világ legjobb berendezéseinek együttese van nálunk, azaz minőségben semmiféle kompromisszumot nem kell kötni egy esetleges, akár magyar, akár külföldi paciensnek. Egy olyan hozzáadott értéket tudunk még ehhez tenni a minőségen túl, mármint az orvosi műtét vagy beavatkozás minőségén túl, ami egy biztos hátteret, egy nyugodt hátteret is ad ennek a beavatkozásnak. Ha arra szánod magad, hogy megtedd ezt a beavatkozást, akkor ezt próbáld a legjobb helyen, a legjobb technológiával és nyugodt körülmények között elvégeztetni. Here, but this is our vision here, is to be a point of reference for cultural tourism, guardians and stories and places of the past and hosts of the present. I bought the castle in 1987 from Eric Clapton, the rock star who owned it at the time. He made it a condition that I would promise not to play the guitar anymore, and he wouldn't run hotels. So the important thing is not to make it up as you go along,
try and have a clear view of where you want to be and a clear view of the market that you're heading for, what your product can do and what it can't do, which is just as important. Régiónkban lévő kastélyok, kúriák, udvarházak, várak és más történelmi épületek köré kapcsolódó kulturális örökség megóvása áll az alapszabályunkban. Mégpedig a magyar és európai régióról van szó, tehát nem csak az ország határig. A főként műemléképületek és a hozzájuk tartozó környezet eredeti formájának megóvása, védelme. Fontosnak tartom, hogy ezeket felolvassam szó szerint, hogy egyértelmű legyen, hogy mik is a céljaink. A magyar történelmi örökség ápolásán túl a közös történelmi gyökerek feltárásával elősegíteni az európai integrációs folyamatot, erősíteni az európai tudatot. Tehát itt is a határokon túl is a Kárpát-medencében gondolkozunk. Nyilvánvaló, és ez a mai előadás sorozat témája, hogy a hasznosításnak a különböző módjai és részletei és ötletei, ami itt azt hiszem, hogy több kastély előadásában előjött. Ez is nagyon fontos, hogy segítsük a tagjainkat, illetve megosztjuk egymás között az információkat. A kastélyturizmus élénkítése, azt hiszem, hogy talán még emlékeznek néhányan, hogy a bevezetésben így kezdtem, hogy ez az egyik fő célunk, és nem utolsó sorban a magyar kultúra terjesztése külföldön is. Úgy gondolom, hogy a kastélyszállodák a magyar turisztikai imázsnak, az imidzsnek, a Magyarország brandnek nagyon komoly szereplői, és érdemes mindenkinek erre jelentős figyelmet fordítani. Az elmúlt évek során komoly beszélgetések folytak nem csak a nemzeti marketingről, az ország brandjéről, az ország turisztikai imázsának építéséről, hanem a helyi szintű marketing tevékenységről, és erre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy érdemes helyi szinten többi szolgáltatóval együtt dolgozni, összefogni, és megfelelő módon képviselni az önök érdekeit. Én ezt látom a jövőben is, hogy elavultak bizonyos marketingeszközök, ami még 5 éve akár bevált. Marketingre mi nem költünk szinte semmit, csak rendezvényeken keresztül. Minden évben van már 10. éve karácsonyi koncertünk, van virágvasárnapi koncertünk, és ezen keresztül próbáljuk megismertetni a szállodát a vendégeinkkel.